Nagykállóban hamarosan újabb nagy beruházás veszi kezdetét. Olyan gombaipari komplexum jön majd létre, amely a legkorszerűbb környezetbarát termesztési rendszert alkalmazva képes az év minden szakában azonos mennyiségű és minőségű, európai szintű értékesítő láncokat kiszolgáló árut előállítani. A Fungária Bio Zrt. Beruházásának ez az egyik fő célja. Teljesen magyar tulajdonban lévő Zrt.-ről beszélünk, mely 2014-ben alakult, és azóta folyamatosan dolgozunk ennek a projektnek a finomítását, finomhangolását, hogy minél inkább a piacnak a igényeit le tudjuk követni, amikor a gyár végleges átadására sor kerül. A beruházás több forrásból tevődik össze. Az elkeldés projekt összege több, mint 8,5 milliárd forint, amelyből több, mint 2,5 milliárd forint elkeldés támogatás, több, mint 5 milliárd pedig beruházási hiteligény volt. A teljes projekthez tartozik két vidékfejlesztési programon belül megvalósuló, közel 2 milliárd forintos részprojekt is, amelyek több, mint fele támogatás. Így a teljes projekt végösszege több, mint 10,5 milliárd forint lesz. Ez közel 300 embernek biztosít majd munkalehetőséget. Egyrészt közel 300 új munkahelyet létesít, másrészt pedig integrációba is lesz termelve az itt feldolgozandó gomba. Tehát ez a cég, amely ugye megvalósítja ezt a több milliárdos beruházást, abban gondolkodik, hogy közel 100 család van a gomba termesztését meghonosítja, és ilyen formán családonként egy olyan 5-6 millió forintos plusz jövedelmet tudnak majd ezek a családok a gombatermesztésből realizálni reményeink szerint. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés is bekapcsolódott a nagykállói beruházásba a foglalkoztatási paktumon keresztül. Ez olyan pályázati lehetőséget jelent a programnak, amelyek képzési és átképzési lehetőséget, valamint foglalkoztatási támogatást tudnak biztosítani a gombakutatóközpontnak. Azért tartom különösen jelentősnek a megyei foglalkoztatási helyzet szempontjából ezt a programot, hiszen olyan munkaerőt igényel, amely a közfoglalkoztatásból viszonylag könnyen átviheti az embereket a versenyszférába. Tehát nem egy olyan gépgyártásról vagy feldolgozóipari munkaerőről van szó, amely komolyabb szaktudást, illetve komolyabb rákészülést igényel. Ez egy betanított munka, amely révén nagy tömegeket, viszonylag képzetlen embereket is be tudunk vonni ebbe a foglalkoztatási programba, de ez már piaci munkahelyeket jelent. A megyében tapasztalható folyamatosan növekvő munkaerőhiánynak az egyik oka, hogy egyre többen akarnak dolgozni, vagyis egyre pozitívabb az emberek munkához való hozzáállása. Rájuk épül a gazdasági fejlődés is, rájuk épül az a tudásgazdaság, ami megtelepült itt a megyében az elmúlt években, hiszen ma már nem csak az alapanyag előállítás és a kis hozzáadott értékű tevékenységek jellemzőek erre a megyére, hanem bizony világszínvonalú iparágok is felfedezték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, de mégis, hogyha néhány mondatot a számokra szánunk, akkor talán az a legbeszédesebb, ha azt mondjuk, hogy ennek a megyének az ipari kibocsátása, az ipari teljesítménye az mintegy duplájára nőtt 8 év alatt, és ennek a fejlődésnek a dandárját az elmúlt 4 év produkálta. Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt 4 évben egy olyan ütemű fejlődés indult meg itt Szabolcsban, ami még az országos átlagot is e tekintetben meghaladta, tehát az ipari kibocsátás az rendkívüli mértékben nőtt. A megye kitörési pontját így a mezőgazdaság és a hozzáadott érték előállítás jelentheti. Ezt szolgálja majd a mostani beruházás is, ami lehetővé teszi, hogy 1 kg gombát nem néhány száz, hanem akár sok ezer forintért is lehessen majd értékesíteni a nyugati piacokon. De a fejlesztések itt nem állnak meg. Inkubátorházat építünk több mint 600 millió forintból. Itt helyi vállalkozóknak szeretnénk segíteni, vagy pedig újonnan induló vállalkozásoknak. 4 üzem kialakítása fog megtörténni, teljes infrastruktúrával, irodahelységekkel, szociális blokkokkal, a termelést segítő berendezésekkel. Lesz faipari vállalkozás, lesz műanyagipari vállalkozás, fémipari vállalkozás és logisztikai raktárat is akarunk létrehozni. Emellett Nagykálló egyik tanya részére utat építenek majd, ezzel is segítve az ott gazdálkodókat. Az általános iskola épülete is megújul energetikai szempontból. Ez a fejlesztés 400 millió forintból valósul meg, és folytatódik az útfelújítási program is.